Így néz ki egy lakóház műfészek telepe Tamásiban. A kis otthonok szorosan egymás mellett sorakoznak az eresz alatt, így gyakorlatilag minden madár közelről ismeri a másikat. Ugyanez egy szélsőséges példa, a Magyar Madártani Egyesület egy közleményt fogalmazott meg, melyben arról írnak, aki csak tud, fogjon hozzá egy-egy ehhez hasonló fészek készítéséhez. Nem véletlen a kérés, hiszen az elmúlt két évtizedben rohamosan csökkent a hazai fecskeállomány, melyben több ok is szerepet játszik, mondta el Szép Tibor ornitológus Weekend című műsorunkban. A klímaváltozás első áldozatait Közép-Európában ezek a madarak. Tehát, ahogy említette, genetikailag kódolt, hogy mikor indulnak, milyen módszerrel, de olyan gyors a változás, amit a klímaváltozás eredménye, és olyan váratlan események zajlanak szinte hétről hétre, amelyekhez nem tudnak alkalmazkodni. És ez most több ponton Afrikában és a vonuláskor is, itt Magyarországon is kedvezőtlenül teszi az életüket. Kevesebb fiúkát tudnak felnevelni, azoknak kevesebb táplálék jut. És hát sajnos benne van egy kicsit az embereknek a hozzáállása, és sajnos megváltozott, tehát sokszor a fészkelésüket sokan higiéniai okokból, kicsit túlértelmezett higiéniai okokból levedik, és ez nem túl kellemes, nem túl hasznos dolog. A fecskéknek az új kártevő és betegségterjesztő rovar és szúnyogfajok elleni védekezésben is kiemelt szerepük van. Becslések szerint minden fecske körülbelül 1 kg repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt. A természetvédők felhívják a figyelmet arra, hogy Magyarországról akár 2 millió fecske is hiányozhat 2010 óta a nyár második felében, így legalább 2000 tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar marad évről évre a környezetünkben. Ma már úgynevezett geolokátorokkal követik a madarak telelését, élettanát és repülési irányait. A fecskékre helyezett mindössze néhány tized grammos radar sokat segít abban, hogy kialakítsák a megfelelő környezetet idehazai számukra. Olyan információkat tudunk meg, amiket egyébként nem tudunk meghatározni, már pedig, ha meg akarjuk védeni a madarakat, tudunk-e, hogy milyen területeket használnak. Például ezek a vizsgálataink, ami éppen most zárul, terítették ki, hogy itt nálunk fészkelő madarak, például a Balkán-félszigetet használják nyáron a vonuláskor, és az ottani egyre szárazabb nyarak, azok legalább olyan szerepük van a számuk csökkenésében, mint hogy Afrikában mi történik. Tehát ilyen információk nélkül nem tudjuk azonosítani, hogy hol vannak azok a problémák, amiért például egyre kevesebb fecskével találkozunk, amiért nagyon hasznos ilyen beszélgetések vannak, hogy az emberek rájönnek, hogy az, ami ma hétköznapi, az lehet, hogy nem lesz hétköznapi pár év múlva, ha nem teszünk róla, és a fecskéknél erre nagy szükség van. Sokan nincsenek tisztában azzal sem, hogy a fecskék tartós, akár évtizedeken át használt fészkei egész évben védettek, a fecskefészkek leverése pedig egész évben tilos. Aki mégis ilyet tapasztal, egy rövid e-mail-el és néhány fotóval illusztrálva tehet észrevételt a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályánál.